Sziasztok! Ebben a videóban a Rákosi korszak borzalmait fogom bemutatni az aranycsapat játékosai példáján keresztül. Magyarország legsikeresebb futballválogatottja, az aranycsapat, pont abban az időszakban állt össze, amikor az ország a legnehezebb és legborzasztóbb körülmények között volt. Rákosi Mátyás rendszere soha nem látott módon nehezítette meg a magyar emberek életét. Ezeknek a szenvedéseknek az enyhítése volt az a tény, hogy Magyarországnak ekkoriban a legerősebb foci csapata volt az egész világon. Mivel a labdarúgás a legnépszerűbb sportág, ezért az aranycsapat aktuális sikere majdnem minden magyar emberhez eljutott, és kicsit enyhített a mindennapi szenvedésükön. A Rákosi rendszer ezt ki is használta, és a saját maga igazolásaként állította be a magyar focistákat. Propagandájukban azt hangsúlyozták, hogy azért tudnak ilyen jól játszani a magyar játékosok, mivel egy boldog és idilli országban élnek, meghaladva a barbár és imperialista nyugatot. Ez természetesen a valóságban nem volt igaz. Ennek egyik példája az 1953. november 25-én a Wembley-ben megrendezett angol-magyar barátságos mérkőzés volt, amelyben próbálták bemutatni, hogy a keleti és a nyugati eszmerendszer feszült egymás ellen, és a jobb eszmerendszer győzött. A meccs ugyanis a magyar csapat 6-3-as sikerét hozta. Kis érdekesség, hogy az ekkor pályára lévő játékosokat, ők név szerint Grosics, Buzánszky, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai Kettő, Kocsis, Hidegkuti, Puskás és Cibor, tehát őket tekintjük ma is az aranycsapat kezdő 11-jeként. Habár a valóságban ez a 11 játékos összecsend csak 6 meccsen 337 percet játszott együtt. Rajtuk kívül is bivajerős játékosok fociztak ekkoriban Magyarországon, gondoljunk csak Szusza Ferencre, Sándor Károlyra, vagy éppen Deák Ferencre. A játékosok is jobban élhettek, mint az átlagos magyarok, hiszen sokszor kijuthattak külföldre egy-egy válogatott vagy nemzetközi klub meccs keretein belül, és onnan némi nyugati árut is hazahozhattak az országba. Viszont pont emiatt folyamatos győzelmi kényszerben voltak az aranycsapat játékosai, hiszen ha veszítettek, akkor az a rendszer stabilitását veszélyeztette volna. 1950-től kezdve több mint 4 éven keresztül veretlen volt a magyar válogatott. A vereséget azonban pont a legrosszabbkor, a svájci világbajnokság döntőjében szenvedte el 1954-ben. Ráadásul a rendszer számára az egyik legveszélyesebb ellenfél, a nyugat-németek győzték le a magyar focistákat. Sok helyen az országban utcai zavargások is kitörtek a vesztes meccs után. Ezután nagyon sok játékost meghurcoltak, Zakariás József például soha többé nem lehetett a magyar válogatott játékosa. Grosics Gyula kapus pedig majdnem a börtönbe került. Tehát a Rákosi korszak borzalmai nagyon sok labdarúgót is utalértek, nem véletlenül diszidált 56-ban több játékos is nyugatra, amely az aranycsapat felbomlását eredményezte. Most nézzük meg, milyen megpróbáltatásokat kellett a játékosoknak elviselniük. Polgári családok eltüntetése, Hidegkuti Nándor. Hidegkuti Nándor 1922-ben született Dvornyik Nándor néven egy óbudai polgári családba. Édesapja első világháborús hősként vitézi címet kapott és díszpolgárrá választották. Édesanyja pedig gyárigazgató volt. A kis Hidegkuti Nándor így sokszor főszereplőjévé vált a vitézi rend különböző eseményeinek a 20-as és 30-as években. A 40-es évek végén egy ilyen jellegű családi háttér azonban nagyon veszélyes volt. Édesapja elvesztette a munkáját, és édesanyját is ki akarták rúgni a gyárból. Ráadásul Hidegkuti Nándort sokan levegőnek nézték, és majdnem a focitól is eltiltották örökre. Ekkor szerencséjére az aranycsapat szövetségi kapitánya Sebes Gusztáv segített neki, mivel egy ilyen jó képességű játékosról nem szeretett volna lemondani. Sebes Gusztáv azt teszelte ki, hogy ki kell találni egy új Hidegkuti családot, és ezt bemutatni az embereknek. Ebben az új Hidegkuti családképben Nándor édesanyját egy stahanovista munkásasszonynak ábrázolták. Habár az életben soha nem volt semmi köze a munkásokhoz, az alábbi filmhíradót az 1953. októberében vetítették le a mozifilmek előtt.
izgalom a Bécsi Práter stadionban. A második pintó 20. percig az eredmény egy-egy arányban eldöntetlenre áll. Bozsi kiveli előre a labdát Puskásig. Puskás az osztrák térfél közepén igyekszik elmenni. Egy sem után kérdezi a labdát Budai. Izgadottan hallgatja otthon a közvetítést a Hidegkúti család. Elég Hidegkúti fejjel. Megnézte magának a sarkot, azt a látom. Örül a fia, felesége, kislánya. Örülnek szülei, de talán legbüszkébb mégis az édesanyja. Hidegkúti Nándorné, az újlaki téglagyár sztahanovista művezetője, az építőipar kiváló dolgozója. Baj van a cseretek minőségével. Hidegkúti néni azonnal intézkedik. Jól érti ezt a munkát, hisz már 11 éves korában itt dolgozott a gép mellett, és azóta 48 esztendő telt el. Ha kell, kimegy a bányába is, nehogy fennakadás legyen az anyag körül. És a munkaidő végét. Otthon már várja a fia, hogy beszámoljon a nagy győzelemről. Azonban más hallgatósága is akad. A telep gyerekei kíváncsian hallgatják Nándi bácsit, aki maga is itt nevelkedett, és innen indult el, hogy dicsőséget szerezzen az egész világon a magyar sportnak. Felvétel rendezésében még Sebes Gusztáv is szerepet vállalt. A felvétel következtében Hidegkuti anyukája továbbra is a gyárban maradhatott, Nándi pedig tovább focizhatott. A sporttörténelemben először árnyékékként, és onnan lőtte a szernél szebb gólokat. A Wembleyben például 3-at is. Besugóhálózat Cibor Zoltán. Cibor Zoltán 1929-ben Komáromban született, és Cibor 3 néven kezdett el a helyi csapatban is futballozni. Hiszen volt két bátyja, akik szintén ott játszottak. Ők voltak Cibor 1 és Cibor 2. A foci mellett mozdonyvezetőként dolgozott. Az 1948-49-es szezonban a Fradihoz került, ahol meg sem álltak a bajnoki címig. A budai Kocsis Deák Mészáros Cibor trámadóötös az őrületbe kergette az ellenfelek védőit. 1950-ben azonban a legnépszerűbb sportág sem kerülhette el a pártvezetés figyelmét, és állami döntés született a labdarúgás megreformálásáról. A labdarúgó csapatokat a különböző szervezetek alá rendelték, és át is nevezték őket. Így került a Kispest a katonaság alá, és át is keresztelték Honvédra. Az Újpest a belügyminisztériumé lett, és Dózsa nevet kapta. Az MTK-t először a textileseknek adták, azután pedig az AVH-nak. Ekkor lett a nevük először Bástya, majd később Vörös Lobogó. A Vasas a kommunista párt csapata maradt. Cibor klubja, a Fradi, pedig az EDOSZ, azaz az Élelmiszeripari Dolgozók Országos Szakszervezete alá került, és elvesztette a nevét. Színeit és legjobb játékosait is egyaránt. Mivel a párt döntötte el, hogy melyik játékos hová igazoljon. Mivel Puskás Ferenc volt a korszak legjobb játékosa, ezért kitalálták, hogy köré építenek egy kirakat csapatot. Ennek áldozata lett majd Grozsdics Gyula, Budai Kettő László, Kocsis Sándor és Cibor Zoltán is. Úgy csalogatták az embereket a Honvédba, hogy katonai meghívókat küldtek ki nekik, mivel a honvédség alá tartozott a Honvéd. Ha a játékosok nem akartak katonának állni, akkor kötelező volt a Honvéd csapatában játszaniuk. Az önfejű Cibor semmiképpen sem akart a Honvéd játékosa lenni, és megpróbálta kicselezni a klub vezetőjét, a honvédelemért felelős Farkas Mihályt. Először beiratkozott egy iskolába, és Cseperre igazolt a katonai meghívó elől. Mivel a Cseperi Egyesület a munkások csapata volt, így ezt a szerződést a pártvezetés nem merte bántani.
Két évvel később, miután lejárt a szerződése, akkor pedig elment az AVH-hoz, hogy az ő csapatukban, a Vörös Lobogóban játszhasson. Habár megegyeztek, hogy ott fog futballozni a következő szezonban, mégsem igazolhatott oda, hiszen amint Farkas Mihály erről az egészről tudomást szerzett, azonnal átvezényelte a Honvédba. Így 1953-tól egészen 56-os diszidálásáig ő is a Honvéd csapatát erősítette. Kétszer nyert velük bajnokságot, egyszer pedig még a gólkirályi címet is megszerezte. Ráadásul külön feladatot is szánt nekik a pártvezetés. Az volt a dolga, hogy a Honvéd játékosaként jelentéseket kellett írnia a csapat sztárjátékosáról, Puskás Ferencről, akit a hatalom az amerikaiak kémjének tartott. Azért esett Ciborra a választás, mert nem ápolt jó kapcsolatot az aranycsapat sztárjával. Cibor először nem akarta vállalni, aztán miután megzsarolták, hogy bántják családtagjait, beleegyezett. Ügynökként Stojanovics Péter fedőnevet kapta, azonban 3 éves ügynöksége során a hatalom számára érdemi munkát nem végzett, ugyanis csak olyan információkat osztott meg Puskásról, amelyeket a pártvezetők különben is tudtak már. 1956-os diszidálásakor ügynöki aktáját megsemmisítették, és csak 1958-ban kérték fel a felettesét a titkos szolgálatban, hogy emlékezetből írja meg Cibor jelentéseit. Ez lesz az úgynevezett vasutas akta. Érdekesség, diszidálása előtt a Honvéd egy backpárharcot játszott az Athletic Bilbao ellen. A párharc első meccsét elbukták 3-2-re, a második mérkőzést viszont Brüsszelben kellett játszaniuk, mivel Budapesten ez nem volt lehetséges a forradalom miatt. Ráadásul a mérkőzésen 15 percig Cibornak kellett a kapuban is védenie, mivel a fejbe rúgott faragó kapus nem tudta folytatni a játékot. A mérkőzés végül 3-3-val zárult, és a Honvéd kiesett. Majd a kedvezőtlen hazai körülmények hatására egy illegális latin-amerikai túrába kezdtek, amelyből befolyó jövedelmükkel sok játékos a későbbi diszidálását alapozta meg. Cibor ezután több külföldi csapatban is futballozott. Legemlékezhetesebb időszakát a Barcelonában töltötte, ahol Kubala László és Kocsis Sándor csapattársaként kétszer is sikerült megnyernie a spanyol bajnokságot. Ez volt az aranycsapat szerepe a Rákosi korszakban videó első része. Ha tetszett, akkor nyomj rá egy lájkot, és ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogy a második részről sem maradj le. Amelyben többek között szó lesz Puskás Ferencről, Rosis Gyuláról és Bozsik Józsefről is. Köszönöm!